megtréfálta a húsvét a befektetőket, hiszen a tegnapi feltámadás elmaradt a börzéken. Ma azonban egy kisebb visszapattanásra látunk esélyt a német, a francia, illetve a tengeren túli börzéken. Mindezt annak ellenére, hogy továbbra is nagy kockázatok vannak Európában, illetve Amerikában is, és több Fed jegybankár szónoklata színezi a mai napot, ami mindenképpen előremutató lesz a globális stratégiánkat illetően. Ezért arra számítunk, hogy főleg a bankszektorban lesz majd visszapattanás. A nagy német, illetve spanyol, olasz bankok esetében várunk fölívelést a mai napon, de ennél is fontosabb lesz idehaza, folytatódik a toporgás, hiszen reggel egy inflációs adattal kezdjük a napot, délután pedig a jegybank legutolsó kamat döntése fűszerezi a mai kereskedést. Ezek mindenképpen fontosak lesznek, hiszen tegnap megint előtérbe kerültünk, az EU-IMF megállapodásunk terítéken van a befektetők körében, és amíg ebben nem történik előrelépés, addig nem látunk igazából teret egy nagyobb hazai visszapattanásra a börzén.